No, hát szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen itt a felvezető szavakat. Krúdi Tamás vagyok, Nagykovácsiból jöttem, 6 gyereket nevelünk, itt van a feleségem is. És én igazániból most az ember antropológiai meghatározottságáról szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek, elmondani. Az azért, hogy ez miért olyan nagyon-nagyon fontos, hogy az embernek van saját természete. Ugye azt gondolhatnánk, hogy ugye mi, ez teljesen triviális kérdés, hogy az ember rendelkezik valamilyen természettel, hiszen mi ugye itt keresztény emberek vagyunk, de nagyon fontos az évszám 1973, a Konrad Lorenz, aki ugye a modern etológia tudományának a megteremtője volt, ő már veszélyben érzi az embert, ugye mert vannak olyan nagy totalitárius rendszerek, akik az emberi természetet nem tiszteletben tartva borzalmas bűnöket követnek el az ember ellen. És ezt ugye le is írja, 1973, ugye a dátum azért nagyon fontos, mert ugye túl vagyunk már a 60-as éveken, amikor egy nyugati civilizációban egy párját ritkító kulturális, szexuális forradalom, ugye ez a kulturális változás zajlott le. És ugye Konrad Lorenzet tekintik egyébként ennek a zöld gondolatnak, a zöld mozgalom alapító atyának, és ahogy az etológia tudományának. És de hogy létezik-e emberi természet? Tehát, hogy jogos-e Konrad Lorenznek az aggodalma, hogy itt veszélyben van, hogyha valaki megpróbálja ezt nem figyelembe véve az embert úgy alakítani, hogy neki tetszik, akkor rosszat tesz-e vele. Mondom, nekünk keresztény gondok embereknek, keresztény hívőknek, ez triviálisnak tűnik ez a kérdés, hiszen a Jóisten megteremtett minket, és vannak adottságaink. Például ugye férfinak is nőnek teremtett bennünket, vagy a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Vagy a Bibliában ugye a 10 parancsolat is tulajdonképpen egy antropológiai útmutató ahhoz, hogy az ember hogyan viselkedjen, ahhoz, hogy tulajdonképpen jó életet élhessen. Ezek nem üres parancsok, hanem az, hogy hogyan éljünk tisztességesen jó életet, a közösség, a saját családom, az Isten kapcsolatom és egyáltalán az emberi jóság tekintetében. De nekünk triviálisnak tűnik, hogy természetes, hogy van emberi természet, hiszen az Isten ilyennek teremtett minket. Azonban ez nem teljesen triviális. Biztos sokan hallottak már, vagy ismerik ezt, hogy gender ideológia, hogy a gender studies az úgynevezett társadalmi nemeknek a kutatása. De van ennek egy ideológia része, és az ideológia az arról beszél, hogy hogy mit tartunk férfiasnak, illetve nőiesnek, az tulajdonképpen kizárólag társadalmi konstrukció. Tehát attól a biológiai nemtől, amiben mi születtünk, attól teljesen elszakad, és ennek valójában semmi köze nincsen hozzá, hanem a társadalom lesz az, amelyik megteremti a mi férfias vagy nőies viselkedéseinket. Maga a gender kifejezés, ugye ez az angol nyelvből származik, és azt jelenti, hogy a különböző szavaknak ugye van valamilyen neme, itt hímnemű, nőnemű, esetleg semleges nemű, ez a magyarban nem értelmezhető, hiszen nálunk a szavaknak nincsen neme, de az angolban van, és ezt kezdte el egy John Money nevezetű pszichiáter 1955-ben alkalmazni a megkülönböztetésre, hogy van ugye a biológiai nem, és van az úgynevezett társadalmi nem, ez lett a gender. És ő a Johns Hopkins Egyetemnek volt a vezető pszichiátere. És neki volt az a teóriája, hogy amit az előbb említettem, hogy tulajdonképpen semmi köze, a kettőnek semmi köze egymáshoz. Egy fiút ugyanúgy fel lehetne nevelni lánynak, hiszen az egész csak társadalmi konstrukció, társadalmi megegyezéseken alapul, hatalmi kérdések, és teljesen független attól, hogy fiúnak vagy lánynak született, felneveltem fiúnak is, vagy lánynak is. És ezt a teóriáját ugye semmilyen módon nem kutatta, vagy nem ellenőrizte, de próbálkozott különböző helyzetekben megvalósítani. És egyszer a nagy szerencséjére a sorsa kezére játszott, mert 1967-ben született egy ikerpár, két fiú, közben az egyiknek nagyon komolyan roncsolódott a nemi szerve. És ez a John Money odaállt a szülők el, és azt mondta, hogy nem lehet helyreállítani a nemi szervét, de ne is próbálkozzanak vele, hanem alakítsanak ki egy női nemi szervet a kisfiúnál, és neveljék lányként, és hívják őt, egyébként Bruce-nak hívták a kisfiút, hívják őt Brendának. És nem mondják el neki, hogy mi történt, hanem neveljék így fel. És így is történt, és ugye az ikertestvérét azt fiúként, ezt a kis Brendát pedig kislányként nevelték föl, és
És hát úgy is nézett ki, mondjuk mindig furán érezte magát a testébe, tehát végül is ez kiderült, hogy nem érezte jól magát ebbe az egész szerepkörbe, de hát úgy tűnt, hogy működik a dolog, hiszen együtt játszott a lányokkal, meg együtt járt iskolába lányokkal, egy lányvécét használta, stb. És a szülők végül is, amikor már kiderült, hogy nem érzi jól magát a bőrébe, 14 éves korában elmondták ennek a kis Bruce Brendának, hogy valójában mi a története, és ő azonnal követelte, hogy fordítsák vissza az eredeti állapotot, amennyire lehetséges. Nyilván ez nem teljesen lehetséges, hiszen kapott addigra már hormonkezelést, meg hát a műtét az visszafordít, nem teljesen visszafordítható, és 2001-ben ez a később Davidként apostrofálta magát, ez ember öngyilkos lett. Ennek ellenére ezt a történetet a Mani is, meg nagyon sokan hosszú éveken keresztül még mint sikertörténetet értékelték, hogy igenis működik az, hogy teljesen mindegy, hogy fiúnak vagy lánynak születik valaki, az egész csak társadalmi kitaláció, konstrukció, hatalmi tényezők tesznek valakit férfivá vagy nővé. Aztán itt a Johns Hopkinson tényleg el is indultak komoly kutatások ezzel kapcsolatban. Beszélgettünk egyszer egy endokrinológussal, ugye egy gyermekendokrinológussal, aki ott dolgozott abban az időben, úgy hívják, hogy Quentin van Meter, volt szerencsém személyesen beszélgetni vele, és elmondta, hogy a Mani munkamódszer az volt, hogy reggel leült a számít vagy az irodájába, és kitalált valamit, hogy akkor ma ezt megpróbáljuk. Tehát tulajdonképpen emberkísérleteket végzett. És az egész program, amit ő elindított, az erről szólt. És akkor végeztek ott tényleg komoly kutatásokat is, és abból az derült ki, hogy mindaz, amit ő elképzelt, az egyszerűen nem igaz. Tehát átvették, le is állították ezt a programot a 70-es évek közepetáján, és átvette egy Paul McHugh nevezetű ember, aki azt a megalapítást tette, tehát ők nagyon komoly kutatásokat végeztek, és azt a megalapítást tette, hogy egy férfinak született embert nőnek, vagy egy nőnek születettet férfinak felnevelni nem lehet, még akkor sem, ha átoperálják és ellentétes nemi hormonokat adnak neki, és még akkor sem, ha az illető úgy érzi, hogy rossz testbe született. Tehát ez a Paul McHugh, ő vezette ezt az intézményt, ő volt a vezető pszichiáter egészen 2001-ig, amikor nyugdíjba vonult, és az a döbbenetes, hogy ezek után, mert ugye meg is változott addigra a politikai környezet az Egyesült Államokban, újraindították ezt a programot, amit még a John Money kezdett el, ami tudománytalan volt, és nem, abszolút nem megalapozott volt, és újraindították a programot, aminek nagyon komoly következményei lesznek erre, majd kicsit később vissza fogok térni. Tehát ugye a 60-as, 70-es években ugye kiszabadult ez a gender szellem a palackból, hiába nyomták vissza, hiába állították le ezt a programot, ez már elkezdett hatni. Például itt van ugye Shulamit Firestone, aki egy filozófus, gondolkodó. Ő azt mondta, hogy a társadalom már nem csak arról van szó, hogy itt nincs köze a társadalmi nemnek, a biológiai nemhez, hanem hogy a társadalom elérkezett abba a korszakba, hogy egyszerűen figyelmen kívül lehet hagyni a biológiát. Teljesen mindegy, hogy ki milyen, vagy mivel született, vagy milyen adottságai vannak, ezen túl kell lépnünk. A Shulamit Firestone-nak volt az elképzelés, hogy most agyamentnek tűnik, bár mostanában megint kezdtek feltűnni olyan hangok, hogy ugyanezt hangoztatják, hogy korlátozni kéne, sőt teljesen be kéne tiltani a normális szaporodást, csak in vitro lehetne szaporodni, hogy ezzel is az esélyegyenlőséget teremtsék meg a két nem között. Ugye ezt ő 1970-ben mondta azt, hogy elérkeztünk abba a korszakba, amikor figyelmen kívül hagyhatjuk a biológiát. Egy másik, a Judith Butler nevezett egyébként szegről végül magyar származású amerikai gondolkodó szintén, aki óriási hatása van, tehát neki óriási hatása van most a nyugati egyetemi körökre. Az egyik művében, ugye 1990-ben azt mondta, hogy már a biológiai nem is, tehát az, hogy én egyáltalán férfi vagyok, amit a születésemkor azt mondják, hogy fiú vagy lány, már az is csak társadalmi konstrukció. Kicsit bonyolult megérteni a gondolatmenetét, mert arról beszél, hogy nincs olyan, hogy emberi eszencia, tehát nincs emberi természet, hanem az van, hogy az emberre a társadalom hatalmi viszonyaiban különböző cselekményeket csináltat, tehát performatív ez az egész, amik visszahatnak és konstituálják az én identitásomat.
És akkor ennél még tovább ment egy következő könyvében, amikor azt mondta, hogy már a test is társadalmi konstrukció. Tehát hogy a testet is csak úgy lehet értelmezni, hogyha az egész társadalomnak a hatalmi struktúráit látjuk, és akkor nyernek értelmet a különböző testrészeink, vagy az egész testünk. Azt hozzá kell tenni, hogy mint ahogy mondtam, hogy a Shulamit Firestone, ő filozófus volt, illetve hát művészeti végzettséggel rendelkezett, a Judith Butler, aki egyébként ugye a legnagyobb fiam, ő kint töltött egy fél évet Belfastban, a Queen's University, amelyik egy katolikus egyetem, és ő jogot hallgat, és az volt az elképesztő, hogy az egész jogi fakultás is tulajdonképpen ennek a Judith Butlernak a gondolkodás módjára és az elképzelései szerint működött. Nagyon, nagyon, nagyon meglepő volt. Na, hogy ő viszont retorikát és összehasonlító irodalmat tanult. És ők azok, akik most ezt az ideológiai elképzelést nagyon erősen mondják és támogatják. Ezzel szemben ugye az úgynevezett természettudományos alapú, természettudományos megalapozottságú hard sciences. Csak néhány dolgot említenék meg, amik azt mondják, hogy ez abszolút nonsense, hiszen ugye ma genetikával pontosan tudjuk, hogy a fogantatás pillanatában eldől az, hogy valakiből férfi vagy nő lesz, ugye attól függően, hogy a 23. kromoszómája milyen mintázatú, és hogy onnantól kezdve megjelennek az androgén nemi hormonok, aminek a tesztoszteronnak, elsősorban a tesztoszteron, de másoknak is a hatása, az rendkívül fontos mindenre, tehát az agy fejlődésére, a vázizomzatnak a fejlődésére, az anatómiára. És az volt nagyon érdekes, hogy, és ebben magyar kutatók is részt vettek, ez egy Cambridge-i kutatás volt, hogy egynapos csecsemőket vizsgáltak meg. És azt találták, hogy attól függően, hogy fiúk vagy lányok, különbség volt a egynapos csecsemő, hogy alig nyitja ki a szemét, hogy a fiúk azok tárgyorientáltabbak voltak, tehát inkább a tárgyakra fókuszáltak, míg a lány csecsemők, azok egynaposak, azok inkább az arcra és a szemére voltak kíváncsiak. És ez későbbiek során, ez a különbség ez nem eltűnt, hanem tovább nőtt. A tárgyorientáltság, illetve a személyorientáltság. Tehát, hogy az olyan tudományok, mint a genetika, vagy az evolúciós biológia, vagy az agykutatás, vagy az idegkutatás, vagy még az evolúciós pszichológia is. Tehát a természettudományos megalapozottságú, most van egy, megjött, jó, szuper. A természettudományos megalapozottságú tudományok nem úgy a biológiai nem meghatározottságra, tehát nem úgy azt mondják ki, hogy ez van, és ez egy olyan tényező, amit nem lehet tagadni, hanem arról folyik a beszélgetés, hogy ez mennyiben befolyásolja a társadalmi viselkedésünket, tehát mennyiben meghatározója ez annak, hogy mi férfiként és nőként létezünk a társadalomban. Tehát az, hogy biológiai különbség van, az evidens. Hát például ugye annak az evolúciós pszichológus, csak egyet emeltem ki azok közül, azok a vélemények közül, aki azt mondja, hogy egyszerűen elképzelhetetlen, hogy az agyra ne lett volna hatással az egész törzsfejlődés, és hogy ez teljesen elhanyagolható lenne. A Nature-ben 2006-ban jelent meg egy cikk, amelyik nagyjából ezzel ér véget. Ugye a Nature a legnagyobb presztízsű tudományos magazin, amelyik tulajdonképpen az egész világon létezik, amerikai, de a legnagyobb presztízsű. És ebben arról értekeznek, nem olvasnám fel az egészet, hanem hogy mind a mai napig eltérett nézet, miszerint a nemből fakadó hatások elhanyagolhatóak, tarthatatlan, és hátráltatja a kutatási területünkön a fejlődést. Nagyon-nagyon fontos, ugye 2006-ról beszélünk, 13 évvel ezelőtt írták ezt le. És egyébként hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy én is pedagógus végzettség vagyok, és itt mindenki pedagógus, hogy mennyiben érint ez minket, hogy mi sem vagyunk teljesen mentesek már ennek az egész ideológiának a gondolatiságától. Tehát igen, 13 évvel ezelőtt volt, és ehhez képest ma ott tartunk, hogy ez a James Younger, nem tudom, hogy ki mennyire követi a médiát, és mennyire figyeli, de magyar médiában is lehetett olvasni erről a James Younger nevezetű 7 éves kisfiúról, aki szintén ikerszülés volt,
petesei donációba fogant az édesanyja petesei donációba fogantta, és akkor utána elváltak a szüleim, és az anyukája úgy találta, hogy a kis James az inkább lányként szeretné azonosítani önmagát, és azt szeretné, hogy úgy hívják, hogy Luna, és hogy akkor ő javasolta, el akart őt vinni, hormonkezelésre, 7 éves kisfiúról van szó, szóval, hogy hormonkezelést kapjon, és ilyen pubertás blokkoló kezelést kapjon, hogy ezzel megállítsák neki a férfi nemi hormonoknak a termelődését. A döbbenetesebb az egészben az, hogy ennek a Jamesnek az anyukája gyerekorvos. És hogy ma a protokoll, ami az Egyesült Államok érvényben van, és Nagy-Britanniában is, az az, hogy 16 éven aluli gyerekeknek is szülői beleegyezéssel lehet adni a pubertásgátló hormonokat, tehát lehet adni hormonkezelést, ami szerintem egészen elképesztően döbbenetes. Persze a kisfiúnak az apukája, ő ezt nem tartja jónak, és egy nagy per alakult ki most, vagy nagy per folyik most az Egyesült Államokban. A bíróság első fokon az anyukának ítélt igazat, tehát hogy elkezdhetik a hormonkezelést, aztán másodfokon visszavonta a döntését, és az apukának adott igazat, hogy nem kezdhetik el a hormonkezelést, és itt áll most a helyzet. Vagy a Freddie McConnellnek, ugye ő a Brit Guardiannek volt, vagy annak az újságírója, és ő nőből váltott át férfivá. Viszont megtartotta a méhét, tehát hogy az operáció során nem vették ki a méhét, és teherbe esett, teherbe ejtette magát, és szült egy gyereket. És ahhoz ragaszkodott, hogy őt a gyermek apjaként, tehát szülő apjaként írják be az anyakönyvébe. És a bíróság, ugye a bíróság ügylet ebből, és a végén elutasította ezt a kérését, és teljesen döbbenetesen, tehát nagy volt a felháborodás mind a két oldalról, de egyrészt hogy lehet ilyet kérni, másrészt meg hogy lehet ilyet mondani. A harmadik ugye a Fallon Fox, aki egy, nem tudom, hogy az MMA ismerőse, hogy az micsoda. Az a Mixed Martial Arts, ez egy tulajdonképpen a legdurvább sport, ilyen verekedő sport. És ez a Fallon Fox szintén egy nőből férfiból nővé átoperált versenyző, aki az előző bajnokot találkozott egy döntőben is, és nagyon-nagyon megvert. Az előző bajnok azt mondta, hogy ő ilyen erővel még nem találkozott szembe, sok ügyes, technikás lánnyal harcolt már, de hát ilyennel még nem, vagy nem is volt különösebben technikás. Eltörte az állkapcsát, és kiütötte az első menetben. Vagy hát nem tudom, biztos, hogy hallottatok már ti is ilyen történetekről, hogy Hollandiában a mostani regnáló bicikli bajnok nők körében egy átoperált férfi. Vagy most az Egyesült Királyságban folyik a vita, hogy most oda lehet-e ítélni az év női kriket játékosát egy átoperált férfinak, mert hogy a legtöbb home run-t, ugye a hazafutást ő ért el. Ugye a legutolsó az, hogy az egyik ilyen tisztasági betétmárka, az most leveszi a női szimbólumot a tisztasági betéteiről azzal a felkeltéssel, hogy a férfiak is menstruálhatnak. És érdemes rákeresni erre a szóra az interneten, hogy a férfiak is menstruálnak. Nem vicc. Több találatot fog kidobni. Egyébként nem. Valójában nem menstruálnak. No. Szóval szeretném azzal folytatni, hogy már kicsit belekezdtem, hogy ez azért a mi gondolkodásunk sem teljesen tiszta már. Tehát ez az ideológia már hosszú évtizedek óta velünk van, és működik, és hat. És az egyik tiszta példája ennek az, és talán ez sokakat meg fog lepni, ja, ezt nem is mondtam még, de akkor ide megyek, hogy az 1960-as évektől kezdtek el csak átállni világszerte, hogy a fiúk-lányok külön oktatásáról a koedukációra. És például 1949-es magyar, új magyar oktatási törvény, az még bőven azt mondta, hogy fiúkat és lányokat külön kéne oktatni. A Lengyelországban és Németországban is 1965-ben kezdődött meg a koedukált osztályoknak a szervezése, korábban nem. És teljesen nyilvánvalóan is bevallottan politikai nyomás, ugye 60-as évek, ez a szexuális forradalomnak, ennek a nagy társadalmi változásnak az ideje. És emögött az egész elképzelés mögött ugyanaz az érv áll, vagy ugyanaz a gondolat húzódik meg,
hogy a fiúk és a lányok különbözősége mögött nincsen biológiai háttér. Tehát az, hogy a nemnek nincs valódi hatása arra, például az agyfejlődésre. Tehát ebben teljesen független attól, hogy milyen lesz a fiú meg a lány. És az összes különbség, amit fiúk és lányok között érzékelünk, az mind csak társadalmi konstrukció, vagy előítélet, vagy az egész egy ilyen társadalmi kitaláció, és hogy ezt úgy lehetne csökkenteni, hogyha együtt oktatnák őket. És akkor mind a két nem tagjai részesülnének a másiknak az áldásos hatásaiból. Például ugye a fiúk azok szelidebbek lennének, együttérzőbbek lennének, jobb lenne a kommunikációs képességük, a lányok pedig tudom én, jobban érdeklődnének majd a természettudományok iránt. Ugye, egyik sem vált be. Tehát tudományosan ezek a tézisek nem igazolhatók. Általában ezek szoktak lenni a kodifikáció mellett a legfontosabb érvben. Ezek nem váltak be. Tehát például, mondjak egy példát arra, hogy az egynemű fiú iskolába járó fiúknál sokkal hamarabb mennek el a fiúk olyan lányosnak mondott területekre, amiben a koedukált osztályokban nem, és pont azért, mert nem kell lányokkal versenyezniük. Tehát ott csak fiúk vannak, és csak fiúk vesznek abban az egészben részt, tehát ez nem lesz lányos. Tehát hamarabb megélik a fiúságokat, férfiasságokat azon a területen. Ez nagyon messzire vezet, mert én tisztában vagyok vele, hogy ma itt a pedagógusoknak a túlnyomó többsége, és meg a szülők túlnyomó többsége is koedukáció párti. Azt érdemes megjegyezni, hogy ennek elsősorban ennek a váltásnak politikai, meg ideológiai okai voltak, tehát nem tudományosak. És akkor hadd érek át az ember meghatározottságának egy másik nagyon-nagyon fontos területére. Tehát látjuk azt, hogy már mi sem vagyunk teljesen, tehát mi gondolkodásunk is befolyásolt. És a szexualitás terén talán még jobban befolyásolt. Ott egész komoly változások zajlottak le az elmúlt évtizedekben. És a szex és kultúra el is hozta magát a könyvet. Egy Joseph Daniel Unwin, egy Joseph Daniel Unwin nevezetű angol antropológus és etnológus és antropológus írta meg ezt a elképesztően vastag könyvet. Itt az előbb mutattam a kollégáknak, hogy jó lenne lefordítani magyarra, hát csak ingatták a fejüket, hogy ekkora könyvet nem lehet, senki nem fog elolvasni. Na most ő ugye Oxfordon és Cambridge-ben tanult, ő egy szociálantropológus volt. Ő egy dologra volt kíváncsi, arra, hogy a szexuális szabályozások, a szexuális szabályok és a kulturális állapot között egy társadalomban van-e bármilyen összefüggés. Mert ugye mondhatjuk azt, hogy nincs semmi. Hogy addig, amíg az ember befizeti az adóját, meg mit tudom én, tisztességes állampolgár nem követel nagyobb bűncselekményt, addig teljesen mindegy, hogy otthon mit csinál a négy fal között, úgy élhet, ahogy akar. És az Andrin arra volt kíváncsi, hogy a szexuális szabályok és a kulturális állapot között van-e bármilyen összefüggés. És ugye a korszak, ugye itt a 30-as évekről beszélünk, az a metakutatás volt, amit ő végzett. Tehát, hogy összehasonlította, összeszedte az összes olyan rendelkezésre álló kutatást, ami a területről volt, és nagyon komoly szelekciót végzett. Tehát a teljesség igényével írta meg ezt a könyvet, látszik is, hogy milyen vastag. És akkor a korszakban ugye a freudizmus, az egész pszichoanalízis az nagyon-nagyon komoly szellemi meghatározó tényező volt. És ugye Freudnak a szublimáció teóriájából indult ki. Ugye röviden elmondom, ez a szublimáció teória az, hogy a szexuális elfojtások azok ugye neurózist eredményeznek. Mégis, és az megbetegítik az embert. És mégis azt tapasztaljuk, hogy nem minden ember neurotikus, és nem minden ember beteg. Hogy ez hogyan lehetséges? És akkor a Freud erre azt a választ adta, hogy ez a szexuális energia, a meg nem élt szexuális energia más formában talál magának kifejeződési módot, például alkotásban, például tudományban, például művészetben, tehát más kreatív módon talál magának erőt, megjelenési formát. És ez volt az alap gondolat, vagy alaptézis, vagy teória, amiből az Unwin is kiindult, és elkezdte ugye a kutatását. Annyit mondott, hogy borzalmasan meglepte az eredmény, amit kapott. Tehát, hogy a teljes ártatlanság, nem akart ő semmit sem bizonyítani. Egyszerűen az összefüggése volt kíváncsi, hogy fel lehet-e társadalmi szinten is állítani ilyen összefüggést. És a végén az volt a konklúziója, hogyha tudja,
hogy ezt az eredményt kapja, és ennyire meg kell változtatni az eredmények tükrében a véleményét, amit ugye korábban vallott, akkor bele sem kezd. Két nagy társaságra osztotta föl a vizsgált civilizációkat, ugye volt, vagy a kultúrákat, voltak a civilizált társadalmak, azok közül 16-ot, itt azok fel vannak sorolva, és 80 civilizálatlan. Sokkal több adata volt, de azok nem voltak tudományosan megbízhatók, és azok, amik nem voltak 100%-osan tudományosan megbízhatók, azokat kihagyott, és nem foglalkozott velük. És tehát ugye arról van szó, hogy kulturális kondíció és szexuális reguláció, ez a két dolog, aminek az összefüggését vizsgálta. Tehát ugye a kulturális kategóriákban a civilizálatlanokat három kategóriába osztotta fel őket, méghozzá az alapján, hogy milyen rítusuk volt, hogy milyen rítusokat végeztek, tehát hogyan kezelték a sorscsapásokat, hogyan próbálták befolyásolni az időjárást, vagy mi a szellemvilággal milyen kapcsolatuk volt. És itt három kategóriába soroltam ezeket a törzseket, ugye zoisztikus, manisztikus és deisztikus. Ugye a zoisztikus, a zón, az az állat, ezeknek még nagyon kezdetleges és kiforratlanak a rituáléik, hogy nem nincsen, a rituálik nincsenek állandó helyhez kötve, a törzshöz mondjuk egy sámán tartozik, tehát ez még nagyon-nagyon kezdetleges. A manisztikus az meg komolyabb, mint fejlettebb forma, itt ez az ősök tiszteletén alapul. És itt már van állandó helye, mondjuk egy sátor az ősök tiszteletének, és már sokkal komolyabb a rituálék is. És egészen komoly az a deisztikus, amelyiknek már kiforrott istenképe van, megjelenik az állandó, a szertartásnak az állandó helye, megjelenik a templom, és megjelenik a templomot kiszolgáló személyzet, megjelenik a papság. Tehát ez volt ez a három kulturális kondíció, amit felállított, és ezekből osztotta ezeket a törzseket, kultúrákat. A szexuális regulációban, ugye először felállított egy hármas osztályozást, exogámia, házasságelőtti szexuális szabályozás, a házasság utáni szexuális szabályozás. A 80 vizsgált törzsnél ugye a házasság előtti szexuális szabályozás volt lényeges, tehát azzal fogunk mi is foglalkozni. A házasság után nem nagyon szabályozták, tehát ott a házasságban élőkre volt bizony, hogy mit csinálnak. A házasság előtti viszont különbözőképpen szabályozták. Volt a házasság előtti teljes szabadság. Ez azt jelentette, hogy néhány kivételtől eltekintve, ilyen például az incestus, nagyjából szabad volt a házasság előtti nemi élet. Aztán az alkalmankénti vagy időszakos megtartóztatás, ami nincs teljesen tiltva a házasság előtti szexuális kapcsolat, viszont bizonyos esetekben például olyasmi, hogyha nincs belőle utód, vagy nem szeretnek belőle gyerek, ezt tolerálják. És van a házasság előtti szűzesség, hogy ebben esetben a nővel szemben, a nőkre mindig szigorúbb szabályok vonatkoztak, mint a férfiakra, hogy teljes elvárás a szüzesség, ugye ennek a megszegését keményen büntetik, és a szüzességet egy erre a célra kijelölt személy és erre a célra kijelölt helyen igazolja a házasság előtt. No, és ez volt ugye a kulturális kondíció és a szexuális reguláció. És akkor itt van a 80 vizsgált törzs, kultúra, civilizáció, és egyik oldalon van a szexuális reguláció, másik oldalon a kulturális kondíció. Ha jól megnézzük, hogy ezek a sötét vonalak jelzik azt, hogy melyikbe tartozik. Ha a kettőt tulajdonképpen egymásra lehetne rakni, tehát fedésbe lehetne hozni, és ott, ahol nem lehet, ott valójában az adat mennyiség hiányossága az, ami miatt nem lehet. Tehát ez volt az eredmény, ami nagyon megdöbbentette Joseph Daniel Unwin-t, hogy egyértelmű, tulajdonképpen 100%-os megfeleltetés volt abban, hogy a kulturális reguláció, illetve a szexuális szabályozottság hogyan viszonyulnak egymáshoz. És ebből le is mondta például azt a következtetést, hogy minden zoisztikus társadalom engedélyezi a házasság előtti szexuális szabadságot, és viszont az összes olyan társadalom, amelyik engedélyezi a házasság előtti szexuális szabadságot, az zoisztikus kulturális szinten állt. Tehát, hogy az összefüggés rendkívül szoros. Tehát a megfeleltetés tökéletes. Ez borzalmasan megdöbbentette Unwin-t, aki a következő postulátumot tette: bármely
földrajzi környezetben lévő bármely társadalom kulturális állapotát a két nem közötti viszonyok múltbéli és jelenbéli szabályozása kondicionálja. Tehát az összefüggés megteremtődött, van egyértelmű összefüggés van a között, hogy hogyan szabályozzák a szexualitást, és milyen kulturális teljesítményre lesznek ettől képesek. Bevezeti ezek után a társadalmi energiának a fogalmát, ami azt jelenti, hogy minden egyes társadalom tulajdonképpen egy nagyon alacsony szinten kezdi, nagyon alacsony kulturális szinten kezdi, és akkor vannak olyanok, amelyek fejlődőképesek, vannak, amelyek stagnálnak, és van olyan is, hogy egy magasabb szintről esik vissza egy alacsonyabb szintre. Ugye a mai napig lehet hallani még, a világsajtót időnként bejárja az a hír, hogy vannak kőkorszaki szinten élő törzsek, amelyek nem hajlandók, elzárkoznak a civilizációtól, és nem hajlandók kapcsolatba lépni vele. Tehát a mai napig vannak olyan szigetek, amelyek mondjuk más kulturális nívón, más kulturális szinten élnek. Tehát azt mondja Anvin, hogy a deisztikus népeknek azért nagyobb a kulturális teljesítményük, mert egyszerűen a vezető rétegének, a deisztikus népek vezető rétegének több ideje és lehetősége volt arra, hogy elgondolkodjon. Többet gondolkodtak a világ dolgain, és több összefüggést ismertek föl, és nagyobb tudás birtokába kerültek, amivel befolyásolni tudták a saját környezetüket. És ez az, amit ő társadalmi energiának nevez. Ez a nagyobb tudás, amit társadalmi energiának nevez. És ugye ez szintén egy ilyen megállapítás, hogy ennek viszont csak akkor van esélye kulturális fejlődést eredményezni, ha a szexuális lehetőségek korlátozottak. Viszont ez abszolút fordító is igaz, hogyha a szexuális lehetőségek kitágulnak, akkor ez a társadalmi energia meg fog csappanni. És mivel azonban ez nem egy eltolás van, tehát a kulturális kondíciónak a változás az később következik be, mint a szexuális regulációkban a lazítás mondjuk, vagy akár a szigorítás is, tehát ez későbbiekben következik be, és van egy ilyen három generációs különbség tulajdonképpen. Tehát, hogyha valahol lazítanak a szexuális szokásokon, az három generáció múlva válik nyilvánvalóvá a kulturális teljesítményben. Ez nagyon fontos megállapítás. Na, és akkor mi eredményez társadalmi felemelkedést? Ugye az Anvin elérkezett ugye a házasság utáni szexuális reguláció, most már civilizált, nagy civilizációkról beszélünk. Itt a házasságot többféle három kategóriába sorolt, az abszolút poligámia. Ez a poligámia, és ebben van poliandria is, ami egyébként a történelem során rendkívül ritka volt. Ugye a poligámia az, hogy egy férfinek lehet több felesége, a poliandria az, hogy egy nőnek lehet több férje. Ez nagyon-nagyon ritka volt, elvétve egy-két esetben fordult elő a történelem során. A módosult monogámia vagy poligámia az, hogy a férfiaknak engedik, hogy több feleségük legyen, és ugye a harmadik pedig az abszolút monogámia. És ugye a társadalmi, itt a kulturális felemelkedés, itt látjuk azokat a nagy civilizációkat, ugye a sumeroktól kezdve egészen, ugye amivel angol lévén Anvin az európai civilizációt angol civilizációnak nevezte, tehát azokat a nagy civilizációkat, amiknek a kulturális felemelkedését vizsgálta. És arra a megalapításra jutott, ugye, hogy mik ennek a feltételei, a kulturális felemelkedésnek a feltételei, hogy a rítusok terén ugye deisztikus, amit az előbb beszéltünk róla, legalább deisztikus szinten kell tartaniuk. A monarchikus államforma, ami szintén megérne egy misét, arról érdemes lenne egy külön előadást tartani, hogy miért a monarchikus államforma az, amikor egy kultúra erős és expanzív és növekszik, és társadalmi energiája van, és nagy teljesítményre képes. És a mi szempontunkból viszont ami a legfontosabb az, hogy az abszolút monogámia. Az abszolút monogámia. És ugye a racionisztikus társadalmaknak a jellemzője az, hogy nem egy vagy két elvre vezetik vissza az ismeretlennel való találkozásnak a lehetőségeit, hanem okokat, okokozati viszonyokat állítanak fel. Megjelennek a tudományos módszerek. Nem csak nálunk, tehát minden nagy civilizációban megjelent a tudományos gondolkodás és a tudományos módszereknek a felhasználása, kísérletezések, analizálás, kiértékelés. Tehát, hogy ezek mind jellemzői a nagy civilizációknak. És ugye ebből levonta azt a következtetést az Anvin, hogy a módban különböző nagy kultúrák emelkedtek fel a világ különböző pontjain, virágoztak, vagy lehanyatlottak. Minden egyes esetben a társadalom a történelmi felemelkedés útját az abszolút monogámia állapotában kezdte. Tehát ugye deisztikus kondíció, ami azt jelenti, hogy házasság előtti szüzesség, és abszolút monogámia. Tehát olyan, hogy a válást nem tolerálták. Sokszor olyan esetben sem lehetett újra házasodni, amikor meghalt a házastárs. Akkor sem engedélyezték. És itt volt olyan is, hogy eltemették a
meghalt házastársával az élőt is. Ami, hát nem szép dolog. Ugye az előbb említettük azt, hogy a szexuális normákban beállt változás, kulturális következményei nagyjából három generáció után, nagyjából egy évszázad után válnak nyilvánvalóvá. Tehát, hogyha lazítás van, akkor eltelik még három generáció, amíg az nyilvánvalóvá válik a bomlás. Tehát előfordulhat az, hogy egy adott történelmi, és egy nagyon fontos megfigyelés, egy adott történelmi pillanatban egy társadalom nagy szexuális szabadságot, illetve nagy kulturális teljesítményt tud felmutatni. De ez csak időszakos, ez nem tart sokáig. Ez az összefoglalása ennek, hogy ezek a nagy társadalmak különböző földrajzi viszonyok közt éltek, másrasszhoz tartoztak. De a házassági szokásaiknak a története ugyanaz. Kezdetben minden egyes nagy társadalom ugyanúgy vélekedett a szexualitás szabályozása felől, minden egyes nagy társadalom. Aztán ugyanazok a harcok kezdődtek, ugyanazok az érzelmek kerültek kifejezésre, ugyanazok a változások történtek, amely ugyanazt az eredményt hozták. Mindegyik nagy társadalom a minimumra redukálta a szexuális lehetőségeket, és a felszabaduló nagy társadalmi energia birtokában virágzásnak indult. Aztán kitágította a szexuális lehetőségek körét, a társadalmi energiája megcsappant és lehanyatlott. Az egyetlen igazán figyelemre méltó jellemzője ennek az egész történetnek a kérlelhetetlen monotónia. Nincs kivétel. Minden esetben ez ugyanígy zajlott le. Az ember természete, ugye arról kezdtünk el beszélgetni, és ennek az egész kutatásának kapcsán összefoglalásképpen Unwin tesz egy megjegyzést az emberi természetre vonatkozólag, amit bocsánat, megint felolvasni. Olyan vágyakról lehet hallani, hogy valaki egyszerre szeretné élvezni a magas kultúra gyümölcseit és eltörölni a kötelező szexuális önmegtartóztatást. Az emberi organizmus eredendő természetét tekintve azonban úgy tűnik, hogy ezek a vágyak összeegyeztethetetlenek, sőt egymásnak ellentmondóak. Az ilyen reformert ahhoz a buta kisfiúhoz lehetne hasonlítani, aki egyszerre szeretné meg is tartani és meg is enni a tortáját. Minden emberi közösségnek szabadságában áll választani, hogy vagy nagy társadalmi energiákat produkál, vagy élvezi a szexuális szabadságot. A tények azt mutatják, hogy a kettőt egyszerűen nem teheti meg egy generációnál tovább. Szóval ugyanis a szigorú szexuális szabályozásokat azt az emberek mindig is hát teherként élték meg, és minden nagy civilizációban elkezdődtek a felbomlasztásukra irányuló harcok, az emancipációs harcok. Hát ezek abszolút nem vagyunk ebben újdonság. Tehát ezek előttünk több nagy kultúrában ugyanezek a harcok lezajlottak, nyilván más technikai vagy technológiai szinten, de ugyanezek az érzelmek jutottak kifejeződésre, és ugyanígy zajlottak le az események. Szigorú szexuális szabályok, elérünk a csúcsra, kulturális csúcsra, lazítás, ugye megindulnak ezek az emancipációs harcok, sikerre érnek, megtörténik a lazítás, elfogy a társadalmi energia, és elkezd a kulturális teljesítmény is hanyatlani és zuhanni. Például olyan lazítások következnek be, hogy egy férfinak lehet mondjuk több felesége, vagy mondjuk nem szankcionálják a válást, ami aztán végül a házasságnak az elsúlytalanodásához vezet. Tehát, hogy Unwin megteszi azt az ember természetére vonatkozó megállapítást, hogy a kettő egyszerre, a nagy kulturális teljesítmény és a szexuális szabadosság nem működik, azt nem lehet fenntartani. A végezetül ugye arról kezdtem beszélni, hogy az ember természetének az antropológiai meghatározottsága az mennyire fontos nekünk erről beszélnünk, meg ezzel egyáltalán foglalkoznunk. Ugye és ebbe beletartozik az emberi szexualitás is. Tehát, és azt sem szabad elfelejteni, hogy mi nem alkotói, hanem felismerői vagyunk a saját magunkra vonatkozó szabályszerűségeknek. Például, hogyha a szexualitást nem arra és nem úgy használjuk, ahogyan az Jóisten tervében benne van, akkor ez egy idő után az emberi személyt fogja károsítani, és annak társadalmi következményei lesznek. Ugye az ember józan észre fel tudja ismerni azokat a szabályokat, amiket az Isten a szívébe írt, és dönthet úgy, hogy ezek szerint él, vagy ezek ellenében él. De hogyha a saját emberi természetével ellentétes módon él, akkor készüljön fel arra, akkor nagyon valószínű, hogy a boldogtalan életre kárhoztatja saját magát. Ugye amikor jöttünk idefele,
azt láttuk, szemtalálkoztunk több reklámmal is. Például az egyik ilyen reklám volt az, hogy a 40 az új, vagy az 50 az új 40. Vagy biztos ismerősek ezek a mondatok, hogy a 30 az új 20. Ez tulajdonképpen azt csugalja, ugyanazt csugalja, amiről eddig beszéltünk, hogy ez egész csak társadalmi konvenció, hogy egy 30 éves nyugodtan élhet úgy, mint egy 20 éves, vagy egy 50 éves nyugodtan élhet úgy, mint egy 40 éves, hiszen az egész csak tőlünk függ, az én akaratomtól függ. Az egésznek a biológiai meghatározottsága azonban nem így van. Tehát az is teljesen világos, hogy egy 20 éves nő, ha szül, és egy 30 éves nő között, hogyha egy nő 30 éves korában szül, azért van komoly különbség, vagy mondjuk egy 40 éves nőnél. Tehát a minden azt csugalja, hogy az ember, mintha teljesen birtokában lenne, hogy birtokába került volna a saját sorsa alakításának, és minden tőlem függene. Úgy iszom a kávémet, ahogy akarom, megmutatom a kedvenc stílusomat, úgy alakítom akár a testemet, mindenemet úgy alakítom, ahogy az nekem tetszik. És pedig, hogy ez valójában nem, ez nem működik így. És a katolikus egyháznak ugye az egyik legfontosabb, ugyanis az egész szabály, katolikus szabályrendszer pont arra vonatkozik, hogy ezektől a régi tévedésektől megóvja az embert. Ezért vettem ide ezt a Chesterton idézetet végül, ugye a miért vagyok katolikusból, aminek csak az utolsó rész, utolsó mondatát olvasnám fel, hogy most, amikor ezek a hamis ügyek nagyon friss és új színben tudják feltüntetni magukat, főként az új generáció számára, az egyház továbbra is dogmatikusan védi az emberiséget a leszszörnyűbb ellenségeitől, a régi tévedések ősi, borzalmas és pusztító szörnyetegeitől. Hogy mire gondol itt, és ez csak tényleg záró gondolatként Chesterton, hogy ez amiről beszélgettünk, hogy a test az egy meghaladandó, a biológia egy meghaladandó dolog, az nyugodtan alakítható, az én hatalmamban áll, hogy én milyenné teszem azt. Ebben egy nagyon régi eretnekség, egy régi gondolat köszön vissza, méghozzá az a gnosztikus eretnekség, az a dualista eretnekség, a katarok, albigensek is ilyenek voltak például. Nagyon komoly fenyegetést jelentett ez az egyházra, amíg dualisztikusan úgy fogja föl a világot, hogy van szellemi természetű, meg anyagi természetű. Tehát mit tudom én, az emberi test és az emberi szellem lélek. És ez a kettő ellentétben van egymással. Tehát nem összhangban, hanem ellentétben, és a szellem jó. Az idea az jó. A test az egy leküzdendő, az egy rossz, ami lehúzza az embert. És ugye ez a fajta radikális test ellenesség, ez a test vagy nagyon szigorú aszkézishez vezet, vagy éppen hedonizmushoz, mert úgyis mindegy, hogy a testtel mi történik. Tehát az idea primátusa, amit most is megélünk, tulajdonképpen ez ugyanannak a régi eretnekségnek egy más formában, más csomagolásba bújtatott megjelenése, ami évszázadok, évezredek óta kísérti a katolikus egyházat, és ez ellen óv, vagy nem csak az egyházat, az egész emberiséget. És ezen a dualisztikus gondolkodás ellen óv, ugye Chesterton ebben, hogy az egyháznak feladata figyelmeztetni mindig az emberiséget azokkal a régi problémákkal, a régi, régi tévedésekkel kapcsolatban, amik már bebizonyosodtak, hogy nem vezetnek jó útra. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet.